Május 23-án új darabbal mutatkozott be a Gödöllő Táncszínház, a Művészetek Háza színpadán. A Mezitlábas Táncos Nő című előadás Isadora Duncan tragikus sorsú táncművész életét kíséri végig az Egyesült Államoktól Magyarországon át a Szovjetunióig. Menyhelyi Ádám élő zongorajátékának és Gémesi Gergely verseinek varázslatos atmoszférájával Safranka Peti Zsófia szólótáncos, a társulat új tagja meséli el a táncművészetet a görög hagyományok segítségével megújító táncos életét. Kézér Gabriella koreográfus dramaturgiájában visszatérő elem a sors megjelenése, aki a gödöllői hős szerelmes Falk László személyében kísérti a táncosnőt. A felszínen csupa csillogás, világhír, számtalan tánciskola megalapítása a magánéletben egy tragikus sorsot takar. Két apától született gyermekei egy autóbalesetben a Szajnába fulladtak, alkoholista orosz férje öngyilkos lett, és őt magát a sportkocsija kerekére feltekeredő hosszú sála folytotta meg. A Kézér Gabriella és Vajda Gyöngyvér rendezte darab, a tragédiák és csillogás között hajózva egy kicsit a század előkorát is elénk tárja. A nagy sikerű bemutató után Gémesi György köszöntötte a társulatot, Kovács Balázs, a Művészetek Háza igazgatója pedig elmondta, hogy tárgyalásokat folytat Londonban a Gödöllő Táncszínház bemutatkozásának lehetőségeiről. Gödöllőváros kiemelt művészeti csoportjának bemutatója a Régi Ház tematikus év rendezvénysorozatának is része volt.